A hidrogénperoxid katalizátor segítségével történő vízrebontása. Ilyen és ez hasonló látványos kémiai és fizikai kísérletekkel kezdődött a csütörtöki fejlesztésekről szóló sajtótájékoztató a Kossuth Lajos gimnáziumban. Ezeket a kísérleteket 2018 őszétől az iskola diákai már egy modern 21. századi technikával felszerelt ökolaborban gyakorolhatják. Tulajdonképpen egy természettudományos sziget lesz itt a B épület második emeletén, ahol két modern laboratóriumot fogunk kialakítani egymás mellett összenyitott terekkel. A laboratóriumokhoz szertárak és előkészítők fognak tartozni, és ez fog annak teret, lehetőséget biztosítani, hogy a tanulók az elméleti ismeretek megszerzését informális, nonformális módszerekkel is kiegészíthessék, kísérletezhessenek, kutathassanak, használják a legmodernebb digitális eszközöket a hagyományos laboreszközök mellett, és természetesen érintőpaneles, smart board felületű digitális táblák is fogják őket abban segíteni, hogy az internetes oktatás lehetőségeit is bevigyük a mindennapokba. A természettudományos oktatási fejlesztésnek köszönhetően a két különálló laborban fizika-földrajz és kémia-biológiai oktatásokon sajátíthatják el a tudást a diákok. Az elmúlt években a természettudomány emelt szintű oktatása mellett az iskola sport infrastruktúrája is látványosan megújult. Sikerült megvalósítanunk az iskolai sportudvar modern kialakítását, műfüves, illetve műanyagborítású pályákat, két pályát alakítottunk ki. Így tulajdonképpen valamennyi sportág, amelyet tanítunk, illetve amelyet a gyerekek szabadidőben is tudnak használni, gyakorolható az iskola területén. Emellett műanyagborítású futópályánk is van, és van egy szabadtéri kondiparkunk is, hogy a szünetekben is jól érezzék magukat a diákok, vagy szabadórákban és a természetben, de egyáltalán gondolva saját egészségükre egy kicsit mozogjanak, nyújtózkodjanak, kipihenjék magukat. A mostani új digitális ökolaboratórium kialakítását az iskola elsősorban a saját maga által összegyűjtött önerőből valósítja meg, melynek összköltsége előreláthatólag a 40 millió forintot is meghaladja.